Szeretettel köszöntök mindenkit Marosvásárhelyen, örülök, hogy ennyien egybegyűltünk, és szeretném, hogyha egy újabb mantrával kezdenénk a mai előadást is, és ez pedig az Om Nám mantra, amely az univerzum a maga tisztaságában. Tegyük ide szépen a melkasunk elé a kezünket, és hétszer recitáljuk el közösen ezt a mantrát. お。Oh. Szépen. A mantra segít megérkezni ide, segít jelen lenni, és hogyha figyeled a lélegzeted, a testtartásod mindehez, akkor segít jelen maradni is. A gondolataink nagyon sok mindenre képesek, de hogyha állandóan gondolkodunk, akkor leválasztódunk a pillanatról, akkor nem éljük ezt a pillanatot száz százalékig mert van egy olyan rétege a tudatunknak, amely állandóan mozog, ávárosból városból B városba el akar jutni, meg akarja oldani a problémát, fel akarja találni a következő közlekedési eszközt, festeni akar, mozogni, örömet és szomorúságot tapasztalni, és ez az állandóan mozgó tudat, ez az, amely az egyévállásunkat egy ideig gátolhatja. A Buddha idejében ez a duális egyéni tudat már ismert volt. 2500 évvel ezelőtt a Homo sapiens pontosan ugyanazokkal a problémákkal küzdött, mint most, csak másképp állt hozzá, és más megoldásokat keresett. A lelkünk tükrében tehát nem csak gondolatok látszanak, érzelmek is látszanak. Nagyon sok jót és rosszat tapasztalunk a saját reakcióink által. Éljük a múltat, éljük a jelent, és éljük a jövőt is itt belül. És közben nagyon sokszor nem jövünk rá, hogy ez a pillanat az egyetlen, amink van. A gyémánt szutrában sok bölcsesség olvasható, és hogyha megérted, akkor rájössz, hogy a múlt, a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban összpontosul. Ez a karma nem végzet, nem sors, hanem az ok és okozat működése. Működhet a gondolataidon keresztül, az érzelmeiden keresztül, a beszédeden keresztül, és a cselekedeteiden keresztül. És mi emberek nagyon sokszor nem látjuk át, hogy most gondolkodni kell -e, vagy inkább érezni, vagy beszélni, vagy cselekedni. És nagyon gyakran nem cselekszünk, mikor kellene, és cselekszünk, mikor kicsit nyugton kéne maradni. Gondolkodunk, amikor egy tisztább, nem dualisztikus tudattal jobban megoldható lenne a probléma, amikor pedig szükség lenne erre a fantasztikus kompjúterre, akkor pedig nem gondolkodunk, és nem tesszük a dolgunkat megszólalunk, amikor nincs mit mondanunk, és amikor ki kéne fejeznünk magunkat, akkor csendben maradunk. Az érzések pedig ugyanígy működnek. Mikor fejezzük ki az érzelmeinket, és mikor hagyjuk meg inkább magunknak. Ehhez kell az a látás, szanszkritul vidja, amelyet a buddha tanított, hogyha megnézed, a klasszikus tanítások alapja a négy nemes igazság. Megkérdezték a budhát, hogy miért a szenvedésről beszél? Miért nem rögtön a boldogságról, a szeretetről, a beteljesülésről? És azt mondta, ha ez létezik, létezik az is. Tehát ha létezik az akadály, létezik az énség, létezik az egoitás fal, akkor létezik a szenvedés is. És ezzel mindannyian szembesülünk. Ha megszűnik az énség fala, megszűnik az egoitás illúziója, megszűnik a szenvedés is. És ha megszünteted a szenvedést, akkor automatikusan, természetesen beáll a boldogság, a szeretet, az együttérzés, a bölcsesség állapota. Tehát a szenvedés tényét észre kell vennünk ahhoz, hogy tovább léphessünk. Akkor látjuk meg a szenvedés okát a szenvedés megszüntetését, és ráléphetünk a szenvedés megszüntetésének az útjára. És most a második nemes igazságot szeretném kifejteni, amely a szenvedés oka. Erről a buddha nagyon világosan nyilatkozott. És a tanításainak a summája itt a létezés 12 rétű láncolata. Honnan keletkeznek azok a gondolatok, érzelmek, beszéd és cselekedet, amely később a kárunkra válik? Úgy tűnik, hogy mi vagyunk a gazdájuk, de mégsem tudunk velük bánni. A saját gondolataink és érzelmeink megbetegíthetnek minket. A saját cselekedeteink bajba sodorhatnak minket. A saját beszédünk az ellenkező hatást érheti el, mint amit szeretnénk. Miért van ez? Miért nem látjuk az ok és okozat működését? És azt mondja Sákyamuni Butha, hogy kezdődik a 12 rétű láncolat a téves nézetekkel. És nézd meg, az európai kultúrkörben a három nagy ábrahámita vallás mind tartalmazza az édenkert mitoszát, azt a pszichológiai állapotot, ahol még a tudat nem vált szét jóra és rosszra, és egyszer, egy napon, némi segítséggel, Eszünk arról a fáról, ahonnan a jó és gonosz tudása származik. Amikor elkezdjük a világot a duális szűrőkön keresztül nézni, és úgy gondoljuk, hogy eredetileg tőlünk függetlenül létezik jó és rossz, és nem mi vagyunk azok, akik ezt teremtik. És a téves nézetekből késztetések származnak. A jó felé szeretnénk elmozdulni, és a rosszat hátrahagyni. Nekem legyen fontos, és nekem legyen jó, és én éljem túl, és én birtokoljak, és nem más. Ez a fajta alapvető önzés minden emberben és embercsoportban benne van. Ekkor a megkülönböztető tudatosság lesz az alap. Azon nyomban, és ez kikerülhetetlen, a gyermek megkülönböztet, hogy honnan kap táplálékot, biztonságot, és kitől nem. Milyen környezet és milyen ember jelent rá veszélyt. Azért mondom ezt így, hogy lásd, nem kerülhető ki ez az állapot, mert emberi testbe születtünk, emberi lélekkel erre a földre. És nagyon sokszor úgy tűnik, hogy nem vagyunk Összeférhetők, sem ember az emberrel, sem az emberiség ezzel a földdel. Annyira összeférhetők lennénk, nem gyártanánk le ilyen problémahalmazt, amelyel most a 21. században kell küzdenünk. A Buddha korábban körülbelül 150-170 millióan éltek a Földön. Most 7,3 milliárd fölött van a létszámunk. A kérdés az, hogy az eltelt 2500 évben történt-e valamiféle minőségi emelkedés, használtak-e valamit a tanítások, vagy pedig megismételjük a problémákat ugyanúgy, ahogy több ezer éve. És a válasz természetesen nem egyértelmű, igen vagy nem. Bizonyos problémákat sikerült felszámolni, és másokban tragikusan a mai napig gázolunk, szenvedünk, futjuk a köreinket. Amikor a megkülönböztető tudatosság eléri a működés küszöbét, akkor hirtelen neveket és formákat látunk. Tehát meg tudjuk különböztetni, hogy az a szék, ez a bot, ez az asztal, és ezt meg kell tanulnunk. És a megkülönböztető tudatosságra szükség van, különben nem tudnánk a tisztát és a szennyezettet megkülönböztetni, a gyógyítót és a mérgezőt megkülönböztetni, a barátot és az ellenséget megkülönböztetni. És ez bizony, ami pszichénkben nagyon mélyen kódolódik, hogy erre nekünk szükségünk van. A teremtő, megtartó és túlélő reflexeink mindezt kívánják hogy nagyon okosak legyünk, hogy jól lássuk a nevek és formák közti különbséget, azoknak az együttműködését, a ránk gyakorolt hatását. És enélkül úgy érezzük, hogy nem lennénk teljesek, és ez így is van. Vannak olyan emberek, akiknél ez a tudatosság nem működik rendesen. És akkor nem tudják megkülönböztetni a tisztát a szennyezettől, a gyógyítót, a mérgezőtől, és hibát követnek el. Ha a tudatunk nem tiszta, akkor mi is hibát követhetünk el. Ha viszont ez a tudatosság túl van vezérelve, akkor a megkülönböztetésekből ítéletalkotás lesz. A gerenda barna, a fal fehér, de ettől a gerenda nem lesz rossz, és a fal nem lesz jó. Pedig nézd meg, hogy az emberiség történetében hányszor fordult elő, a megkülönböztetésből azonnal az ítéletalkotás, és ekkor megjelent a szenvedés. Tehát minden ilyen tudatforma tud optimálisan működni, tud alulvezérelt lenni, és tud túlvezérelt lenni. Most nézd meg az életedet. Nézd meg, hogy a személyiség négy nagy csatornája, a gondolatok, az érzelmek, a beszéd és a cselekedet, hogy működik. A középúton vagy? optimális ennek a négy nagy területnek a működése? Vagy pedig tragikusan túl van vezérelve mondjuk a beszéd. Észreveszed, hogy állandóan szólsz. Ha kell, ha nem. És az emberek egy idő után nem figyelnek rád. Vagy cselekedned kéne, de a cselekvés fájdalmasan alul vezérelt, és mindenki mondja, csináld, tegyed, itt a lehetőség. De inkább a gondolatokba menekülsz. Inkább az érzéseiddel foglalkozol. Akkor, amikor cselekedni kéne és ekkor a hat érzék terület, a látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés és gondolkodás, a keletiek szerint a gondolkodás ugyanolyan érzék terület, mint a fizikai érzékelés, csak egy belső érzékelésed van, akkor nem tud működni rendesen. Nézd meg, hogy hogyan jutottunk el idáig, indultunk a téves nézetektől, amikor elgondolunk valamit, amely nincs úgy a világban amikor elméletet gyártunk gyakorlat nélkül, utána a késztetéseink támadtak, utána a megkülönböztető tudatosság létrejött, és el is szállt, akár föl, akár le. Utána a nevekkel és a formákkal foglalkozunk, amely a megkülönböztetésnek a terméke. A hat érzékterület tudatossá válik, mi az, amit tapintok, mi az, amit látok, mi az, amit hallok, és a többi. És ekkor érzéseket regisztrálok, hogy valami üvegből van, valami nedves, hűvös vagy forró. És itt vagyunk a 12 lépésnek a felénél. És amikor ez bekövetkezik, akkor az érzékelés, a tudatosodás is megvan. Ekkor az egyénnek a működése teljessé vált, mert tudatos vagy. Tudod, hogy mit látsz, tudod, hogy mit hallasz, mit érzel és mit gondolsz. De ettől még nem biztos, hogy egyensúlyban vagy, ettől még nem biztos, hogy a tudatod tiszta. És az érzékelés az előző hat segítségével, például késztetések, vágyat és dühöt tud generálni. És nézd meg azt, hogy bemész egy bevásárlóközpontba, ez a vágynak a háza. Tehát bevásárló központ az arra jó, hogy te vágy valamire. És vannak marketing szakértők, akik meg akarják neked mondani, sőt a személyiség négy nagy csatornáján keresztül és az érzékszerveken keresztül kondicionálnának téged arra, hogy te mire vágy. Igen, ám csak, hogy ez az is kell, hogy bizonyos dolgokat taszíts. Tehát taszítsd azt a modellt, amely két évvel ezelőtt jött ki egy adott termékből, és szeresd azt a modellt, amely most a polcon van. Tehát a vágyháza nem pusztán a vágyháza, a fonákján kicsit láthatatlanul, de ott van a dű is, a taszítás is, az eltörlésnek a vágya, hogy beleted a ládába a régi verziót, és vidd el a használcik piacra, vagy egyszerűen adod a szegényeknek, vagy valahogy szabadulj meg tőle, hogy legyen hely az újnak. És hogyha már a vágy tárgya ott van, mert megvetted és hazavitted, akkor ott van a ragaszkodás is. És a ragaszkodásból származik nagyon sok-sok szenvedés. És amikor elkezdünk vágyalapon vagy dűalapon ragaszkodni, akkor elkezdjük akarni a lehetetlent. Nézd meg, hogy gyerekkorod óta mennyi mindent kaptál, vettél, szereztél. Mit tudsz ebből megtartani? Mi az, amely kivétel a múlandóság, feltételhez kötöttség és elégtelenség törvénye alól? Mi az, amire nem tudod azt mondani, hogy most már nem szeretem? Hogy mi az, amit nem tudnak elvenni tőled? Amit nem tudsz egyszer csak rossznak nevezni, holott addig jónak tartottad, mert ugye minden viszonylagos, kölcsönös függés, és hogyha kijön valami jobb, akkor már ami megvan, az rossz lesz. Holott két éve az volt az imádat tárgya, a ragaszkodás tárgya, és attól szerettél volna boldog lenni, de már régiábrándultál belőle. És természetesen a létezés 12 rétű láncolata az eredetileg arról szólt, hogy a lélek hogyan vállalja fel a születést, és hogyan kezd el testesülni. És amit eddig hallottál, azok nagyon földi példák voltak, hogy értsd. Viszont a tizedik az a létesülés. És abból keletkezik az élet, amikor a test és a lélek együtt van, egyben van, ezért tudsz most nézni, látni és tudatosítani, hogy látsz. Mert a lélek a testben van és tudatos. A következő az öregség-betegség-halál. Tehát, hogyha megnézzük megint előről, akkor a születetlen állapotba visszamegyünk, és ekkor késztetések támadnak bizonyos nézetek, tudatformák alapján. És utána jön a megkülönböztető tudatosság, az élet és a halál közötti különbség. Megjelenik a lélekben a név és a forma, az én képzete. Megjelennek az érzékterületek, az érzések az érzékelések, és ekkor már testben vagyunk bőven. A testesülésből következik a sóvárgás és a vágy, hiszen beépített az éjségérzet, amikor már testben vagy, különben a gyermek nem tudna fönnmaradni. Tehát éhesnek kell lennie ahhoz, hogy a táplálékot el tudja fogadni és utána jön a vágy, a ragaszkodás, a létforma megszilárdulása, amely nem csak a születés, vagy előtte a fogantatás. Nézd meg azt, hogy egy lény mikor válik éretté, hány lépésen keresztül. Tisztában vagyok azzal, hogy egy olyan alaptanítást mondtam el, amelyet így lépésről lépésre ritkán fejtünk ki. Kicsikét ilyen egyetemi előadásnak hathat, és nem várom el, hogy rögtön érthető legyen. Viszont a tananyagban elolvasható és nyomon követhető, hogy ez a 12 lépés micsoda. És azt javaslom, hogy amikor belül történnek a dolgaid, amikor valami túl gyors vagy túl lassú, amikor nem tudsz középen maradni, túl sok a gondolat vagy túl kevés, túl erősek az érzelmek vagy túl gyengék, cselekszel, mikor nem kéne nem szólalsz meg, mikor kéne, akkor néz rá a függő keletkezés 12 rétű láncolatára. Mert ezt egy lépésben meg lehet oldani. Megkérdezheted, hogy mi ez, honnan jön. Ez egy pont. Utána látod, hogy mit akarsz. Miért aggódsz. Mit ellenőrzöl. Mihez ragaszkodsz. Mivel azonosulsz. Ez öt lépés. És utána kiterjeszthetett tizenkettőre. Arra tanít a buddha, hogy lássuk meg a jelenségek okát. Ha a szenvedés, akkor a szenvedés okát, ha a boldogság, akkor a boldogság okát, és így leszünk szellemileg felnőttek, szellemileg autonómak. Mert ezt a világot egymásnak és magunknak egyaránt teremtjük. És hogyha ezzel a teremtéssel nem vagyunk tisztában, akkor nem tudunk felelősséget vállalni érte. Ezért fontos meglátni, hogy milyen téves nézetekből származott az a sok-sok helytelen megkülönböztetés, amely aztán gondolatokra, érzésekre, szavakra és cselekedetekre ragadtatott engem. És mi volt ennek az eredménye? Mit teremtettem ezáltal? Mi volt az, ami létesült? Haragot vagy vágyat teremtettem, vagy valami egyebet. És mi az, amitől mások boldogok vagy szomorúak, és mi az, ami engem boldogá vagy szomorúvá tesz? Ezt nagyon fontos látni, és hogyha ezt kiteríted ebben a Matrixban, amely a 12 lépés a keletkezésben, akkor rálátsz a lélek és a test folyamataira. És ez elengedhetetlen, mert hogyha nem látunk rá, nem tudjuk kezelni őket. Ezért fontos. Különben nem tudjuk megtalálni a szenvedés megszüntetését, és nem tudjuk az utat járni. És ahogy azt a bevezetőben mondtam, azért van erre szükség, hogy mindannyian boldogok lehessünk, és szeretetteli, harmonikus életet éljünk, de először a házi feladatot el kell végezni. Ha vendéget fogadok, a szobát ki kell takarítani, fel kell díszíteni jó ételt kell főzni, és akkor vendégül tudom látni a vendégeket. De ha a szobát nem takarítottam ki, nem díszítettem fel, nem készítettem el a vendégváró étket, akkor nem tudom a vendéget megfelelően fogadni. És a takarítás úgy tűnik, hogy a vendégvárásnak a része. Pedig még sehol senki. Még nem is mentem el vásárolni, még nem főztem semmit. De a szoba legyen tiszta, a lélek legyen tiszta, a tudatosság legyen töretlen. És azért megyünk vissza az alapokig, akár érthető a struktúra, akár nem, akár egy lépésben kérdezel, akár öt, akár tizenkettő lépésben kérdezel, hogy teremthessünk tisztán, hogy élhessünk tisztán, hogy az érzelmeink, gondolataink, beszédünk és cselekedeteink. Helyes eredményt hozzanak. Ezt hívják az okozatiság látásának. És a jó hír az, hogy ennek a lehetőségnek mindenki birtokában van, apraja és nagyja, az első pillanattól az utolsóig. Ezt a lehetőséget, a felismerés, a tudatosodás lehetőségét hívjuk Buddha természetnek. Eredetileg ennek nincs neve vagy formája de valahogy meg kell neveznem ahhoz, hogy tudjunk vele dolgozni. Ezt hívhatom a megvilágosodás lehetőségének is. A tiszta tudatnak is. Akárhogy nevezem, ha nem használom, akkor nincs számomra. Hiába van ott a lehetőség, ha a pohár víz nem jut el az ajkamig, akkor szomjan halok, akár a folyópartján, akár a tengerpartján, akár a sivatagban, vagy a hegytetőn. Ezért kell vigyázni arra, amikor az ember túl jól él. Mert akkor azt hiszi, hogy minden rendben van. És elfelejti, hogy a boldogság forrása az nem a külső környezettől van. Nem a külső környezetből származik. Valahonnan máshonnan, és azt ki kellene deríteni, hogy pontosan honnan. Különben a kapcsolataink nagyon-nagyon kárát látják a téves nézetünknek. Úgyhogy az út nem más, mint ennek a tiszta tudatnak, vagy a látásnak a megtalálása, a buddha természetünk birtokba vétele és helyes használata. Ekkor tudunk segíteni magunkon és másokon egyaránt. Nos, szerintem gondolatébresztőnek ennyi bőven elég, és most tisztelettel várom a hallgatóság kérdéseit. Beszélnél légy szíves egy kicsit a gondolatteremtő erejéről csináltál e bevásárló listát a közelmúltban? Igen. Akkor megteremtetted magadban, hogy mit szeretnél vásárolni. Tehát elmentél a boltba, megvetted és hazavitted. És ez nem tűnik nagy dolognak, de az óriási, hogy ugye az ember fel tudja mérni, hogy mi van a konyhában, mi van a kamerában, mire van szüksége a családnak, és ezt gondolatokkal szépen körülírja, keretbe foglalja, leírja a listát, elmegy a boltba, megveszi és hazaviszi. Ez a gondolatnak egy rendkívül egészséges teremtése. Na most van, amikor nem tudja megcsinálni. Nem bevásárló listáról beszélek, mondjuk rá akar jönni, hogy hogy működik egy mobiltelefon, és ezt a hétköznapi emberek többsége nem tudja. Használja, ott van, de ha rákérdezünk, hogy ez most hogyan működik, hát olyan bonyolult, hogy ilyen kötetek ugye íródnak arról, hogy egy ekkora kis jószág az mit tud. Tehát ezt gondolatilag nem tudjuk fölmérni, mi hétköznapjak, mert nem vagyunk szakmabéliek. Aztán van több millió ember, aki tudja, több százezer, aki nagyon jól tudja, és több tízezer, aki csak ezt tudja. Tehát az ő gondolataik mások, mint a miénk. És ezért fel kell mérnünk, hogy mi az, amit gondolattal meg tudunk oldani, Bevásárló lista, és mi az, amit nem tudunk megoldani, mobiltelefon? És a következő területe a gondolkodásnak az az úgynevezett kivetítés, amikor azt hiszem, hogy tudom, de mégsem. Tehát mondjuk a párod aznap egy órával később jön haza, és a gondolataid elszállnak, hogy vajon miért kocsmázik, máshova ment, vagy csak a barátokkal van, esetleg. Pont futball-világbajnokság miatt a négy órás meccs végét megvárja, és majd utána jön haza. És az ember gondolkodik, 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 és közben eszi belül a sok-sok kétség. És nem látjuk át, hogy a gondolatainkkal mi mindent tudunk legyártani. Tehát elkezdesz gondolkodni, és nagyon ritkán kérdezed meg, hogy ugyan már honnan jönnek ezek a gondolatok, miért kell nekem ezt így gondolnom? Gondolhatom-e másképp? És kiderül, hogy vannak gondolati szokásaink. Ezt hívjuk gondolati karmának, ahogy mi szoktunk gondolkodni bizonyos emberekről, tárgyakról, helyzetekről. És ezeket a környezet elég erősen belénk neveli. Amikor meditálsz, a meditációval rálátsz ezekre a mintázatokra, és hogyha rálátsz, akkor van esélyed ezt megváltoztatni. Ha nem, akkor csak úgy gondolkodsz, ahogy téged tanítottak. Kéztettek, vagy kényszerítettek. Ebben nem érdemes megmaradni. Ha minőségemelkedést szeretnél elérni, akkor először látni kell a gondolataidat. Ez egy erős belső szintességet kíván. És akkor a gondolataid forrására is rá tudsz látni, mert már láttad a teremtését, láttad, hogy pontosan mit csinált, milyen hatással volt másra. Apjuk hazajön, és akkor ráfőnöz. Hol voltál? Hoz, így, hoztam egy dínyét, el kellett menni a piacra. Erre nem gondoltál te pedig dínye szezon van, ugye, akkor. Hát az igaz, hogy találkozott a barátaival, és is egy kicsit elbeszélgettek, Na, de hát egy 5 kilós gyönyörű, megkopogtatta, de a dínyét azt mondja, ez fantasztikus. Összes többi gondolat elszáll, meglékeljük, azt arra tesszük, mindenki boldog. Ez azért fontos, mert néha olyan elképesztő realitás értéket tulajdonítunk a gondolatainknak, hogy száz százalékig elhisszük. Tehát ne Hidd el mindig a gondolkodásodat. Ez alap. Nézd meg, hogy hogyan működik a komputered, és utána nézd meg az érzékszervekkel tapasztalható világban, hogy valójában mi igaz abból a sok-sok mindenből, amit az agyad termel. Ez egy nagyon jó gyakorlat, és rengeteg embert megment a szenvedéstől. A gondolatteremtésben mennyire bezavar a reaktív? Nagyon jó a kérdésed. Nagyon bezavar, hogyha nem tudod megzabolázni és azért tanítja a zen, hogy térd vissza a gondolkodás elé, mert akkor nem működik a reaktív elme, csak a proaktív elme. Tehát látod a gondolkodás primérteremtését, teremtését, amely ebben a pillanatban teljesen friss, de nem reagálsz rá. Nem hozod létre a jót és a rosszat. És ezt az állapotot meg lehet tartani, ezt úgy hívja a kínai, koreai, japán kultúrkör, hogy a nem mozduló cselekvése, vagy way, wu way kínaiul. Itt egy-két helytelen koncepciót el szeretnék oszlatni. A wu way, mint nem cselekvő, nem mozduló, nem reaktív, az nagyon sokszor Európában a lustaság, ernyettség, nem törődömség, tehát a külső cselekvés hiányát jelentette, ez hamis. Ez azt jelenti, hogy a tudat nagyon éber, nagyon világos, de nem mozdul és nem bomlik fel nullákra és egyekre, jóra és rosszra, és így nem reagál ilyen módon. És amikor ezt a tudatot megtartva látsz, hallasz, szagolsz, tapintasz, ízlesz, gondolkodsz, és a többi, akkor vagy teljes. Tehát akkor a megkülönböztető tudatosság helyesen működik, de a reakció nincs se alulvezérelve, sem pedig túlvezérelve ezért meditálunk, hogy ez meglegyen. Ez egy régi kérdésem, és nem sikerült meggyőző választ kapjak eddig még rá, amint amit értettem is volna, hogy ha valaki ezen a 12 lépcsőn szépen visszakec a, a, tévegés szintje elé, tehát a, a, az első lépcső elé az üdvállapotba, akkor van-e bármi, ami biztosítja azt, hogy megint nem kezd el tévejegni? Tehát, hogy nekem úgy tűnik az én elmémnek, hogy nincs ott semmi, tehát hogy ugyanúgy, ahogy, ahogy ide le transformálottunk emberi szintre, ugyanúgy ez megismétlődhet utána is, miután megvilágosodtunk, hogy megint a tévejegés felütti a fejét, és szépen lemászunk a 12 lépcsőn, és ugyanúgy itt vagyunk ez nem olyan lépcső, mint a lépcsőházban az első és a második közötti így betonból. Jó? Ezek olyan tudatállapotok, amelyek pillanatok alatt választhatók, és ha már emberi testben vagyunk, akkor vegyük észre, hogy pontosan hol vagyunk. Érdekes, amit mondasz, mert azt mondod, hogy a semmi, és a kérdés elején elhangzott az, hogy üdvállapot. Azért ne nevezzük ezt meg, mert nem tudjuk, hogy a keletkezés és megszűnés előtt mi van, visszafordítva a nem tudható, vagy az egyéni tudat hiánya az, az, amiről beszélsz. Az viszont nem üdv. Mert akkor már van valami. És van valaki, aki ezt tapasztalja. És ez nem pusztán filozófiai probléma, ez módszertani probléma, mert az üdvnek az ilyesféle vágya az olyan lenne, mint amikor az okos kocsis nem üti a lovat, hanem az ostorra belógatja a répát a ló elé. A ló elindul, vele együtt a kocsis, az ostor és a répa is, és amíg a ló megy, nem fogja elérni. Azt kell, hogy a ló egyszer csak megálljon és lerúgja a kocsist a bakról, akkor az jött szépen leborul a szekérre, leesik a répa a földre, megérkeztél ebbe a pillanatba, és akkor a ló meg tudja enni. Tehát ez teljesen egyezik a taoista bölcsességgel, hogy a jó orvosság keserű, a helyes út úgy tűnik visszafelé vezet. Erre tessék egy kicsikét otthon ráérezni, hogy a zen ne tűnjön annyira különlegesnek. Hogy lásd azt, hogy ez hogy működik, és ne rögtön akard az üdvöt, rögtön akar ugye ez elé menni, mert amíg az éned ott ül a bakon, addig egy öncsalás állapotában vagyunk. Tehát ezért van az, hogy az énség megszüntetése, vagy az egoitás képzetének a megszüntetése ez az út, és nem pedig belogatom a nirvánának a répáját az egoitás elé, amelyik ott ül az élet járművén és hajtja az akarat lovait. Mert akkor a végtelenségig mehetne, és még mindig ott van, 5 centivel a kis orrocskája előtt, és soha nem fogja elérni. És nagyon sokan ebben az állapotban vagyunk. Hallhatsz, én elképesztem pozitív embereket, és 30 év után a pozitivizmus még mindig nem ért el a célját, és már minden nagyon happy kell, hogy legyen, minden nagyon meg kell, hogy oldódjék, mindenkit már szeretünk, és még mindig valami hiányzik. Még mindig valami ott belül, hogyha tényleg elég őszinte maga, az valami még ott betöltetlen, valami megoldatlan, valami felesleg még mindig van. Hát mert még mindig a répát követi, úgyhogy a saját kis ustorával lógatja be az orra elé, és megy. Amíg hallgatja az ember, és ha ráhangulódik, és, és érzi, hogy hogy, hogy hogy miről szól, addig úgy érez egy a megkönnyebb, és egy örömhír, egy olyan derű, derű állapot van, amíg hallgatom az adott videót, vagy és amikor az ember lekapcsolja, ez pár perc alatt, vagy viszonylag rövid idő alatt elmúlik. Tehát az ember, valahogy amíg hallgattam a mestert, értem, hogy mit mond, és amikor uh, lekapcsolom és felállok, nagyon hamar odajátok, hogy mi volt az, minek örültem úgy az előbb? És hogy mi ennek az oka? Azt, hogy lekapcsoltad. <haz> Nem kell lekapcsolni. Hongkongban voltunk egyszer látogatóban, és volt egy ilyen giznyavékony ember a Zen Center szomszédságában, és akármikor mentünk oda, csak azt hallottad, hogy egy ilyen gyönyörű kínai elnyújtott mantra ment, és az nagyjából létsz, hogy. És ezt újra. Volt ilyen kis bűvös kocka nagyságú, hangszóró és nyomtatott áramkor együtt, és ezt így kettő, és ebbe be volt az áramkörbe égetve a námu Amitábú mantra, és ez 24 órán keresztül ment. Egy ilyen nagyon-nagyon, tehát vasárgyal együtt 45 kg kicsi kínai átható szempár, és a námu Amitábú mantra ment, és azért, mert a tisztaföld föld buddhizmus hívői azt gondolják, hogyha a halál pillanatában a námu Amitábú mantra van a tudatban, akkor ők a tiszta földre mennek, ahonnan már nincs több újraszületés erre a földre, amely ugye a szenvedés óceánja. Ez idáig tud fejlődni. Arról nincs hír, hogy hová ment, mert ugye eddig még nem jött vissza. De az élete abból állt, hogy napi 24 órán keresztül, ha evett, ha ívott, ha alud, teljesen mindegy, a námu amitából mantra ment végtelenre kötve, és néha fejhallgatón is. Tehát amikor nem hallottad a szomszédból, akkor euh, néhogy átkopogtak, hogy mégis hogy van, és akkor fejhallgató volt. Úgyhogy ezért vigyázzunk, hogy mire kapcsolódunk rá. Ha be van kapcsolva, ha ki van kapcsolva, a buddha természeted ugyanaz. Oké? Okay? Ne függjél semmitől kívül. És hogyha meditálsz, akkor a centrumod, a nem mozduló tudatod, a tantien tudatosságod elég erős lesz. És akkor teljesen mindegy, hogy mi van bekapcsolva, vagy mi van kikapcsolva, az az eredeti természeteden nem változtat. Ekkor látsz tisztán. Ekkor hallasz tisztán, gondolkodsz, érzel, beszélsz, és cselekszel tisztán. Az illúzióról szeretnélek kérdezni. Um, Mit látsz? Nagyon sok illúzión átmegy a legtöbb ember. Mit látsz? Hát ez a kérdés. Hogy Hogyan ez Illúzió vagy realitás? Mit látsz? Nem tudom. De használd a szemedet, most nem gondolataidat, az most nem jó. A szemedet használd. Mit látsz? Téged. Az borzasztó illúzió. Nincs, nincs ide téve, hogy téged, hanem mondjuk színeket, formákat, ilyeneket látunk. Tehát ha nem gondolod azt, hogy téged, mert azt elgondoltad. Ki van írva ide? Nem. Van egy ilyen kék mandala, az kész. Tehát az, hogy téged, azt nem látod azt gondolod. Most mit látsz? Legyél bátor. Mit látsz? Hát összességében mindent. Ezt is gondolod. Összességében mindent, ez egy nagyon-nagyon jó indulatú elmélet. Én annyira szeretném, hogyha az érzékszervek tiszták lennének, és a gondolatok illúziója nem takarná le a közvetlen érzékelést. Próbáljunk meg egy másikat. Mit hallasz? Hangokat. Mi volt az a hang? Nevezd meg. Egy csettintés. Csettintés. Na ez már jobb. Mit látsz? Csongan szunimot. Nehéz szülés lesz ez. Tehát az, hogy szürke a ruhád, az nem menne? De Vagy igen. mondjuk kopasz a fejed és fénylik. Ne, ezt látod? De azt, hogy csongász, hogy megint nincs ide kiírva rám, Igen. azt hozzá gondolod, ez nem igaztalan. De gondolkodjunk már el, hogy amit látsz, hallasz, és amit hozzá gondolsz, az hogyan különbözik. De ez annyira fontos. Minden egyes pillanatban lásd tisztán, haj tisztán, és persze a gondolat hozzátesz. Uh -huh. Például Igen. megnevez. De nézd meg azt, hogy az ég az nem mondja, hogy kék. Mi mondjuk, hogy kék. Tehát hallottál ilyet időjárás változást, hogy szia, kicsit be fogok felhősödni, de ne aggódj. Tehát nem hallhattál ilyet, mert az égnek nincs színtudatossága, nekünk van. Tehát mi tudjuk, hogy kék, vagy szürke, vagy felhős, vagy derült. Tehát az illúziók akkor keletkeznek, amikor az érzékeléseket behelyettesítjük a gondolatok helyére. Vagy az érzelmeket behelyettesítjük a fizikai érzékelések helyére. És gondold el, mit mondom, hogy nem látok a pipától. Hát nem a tajték pipáról van szó, szóval valami felment a fejébe, gondolat, érzelem, vagy egyéb, és az illúzióktól nem tud érzékelni. És ez a baj. Hogyha tudna érzékelni rendesen, akkor nem lennének illúziói, nem lennének téves nézetei. És ezért van az, hogy amikor ezen az azt mondja, hogy láss tisztán, haj tisztán, érez tisztán, Hát ezt egy gyerek is tudja. Igen. Próbáld meg. Próbáld meg letesztelni. És akkor rájössz, hogy valakit megkérdezze, hogy neked is kék az ég. És a másik azt mondja, igen, de az énegem az kékebb, mint a tiéd. Ha gondolkodsz, akkor nincs két ugyanolyan kék. És ezért ilyen elképesztően nehéz látni az igazságot. Tehát mindenki persze a saját szemét használja, a saját fülét használja, és ez mind rendben van. De ha ez tiszta lenne, akkor meg tudnánk látni így közösen, hogy valójában az emberiség milyen helyzetben van ezen a bolygón. És ezen úgy nagyjából nyomon követhetően három ezer éve vitatkozunk. Írtunk róla ilyen vastag könyveket, ilyen vastag könyveket, ilyen nagy szervertermek, ekkora merevlemeztárak, és az emberiség még a mai napig nem volt hajlandó meglátni, hogy valójában milyen helyzetben vagyunk ezen a bolygón, és fogy az idő, és fogy a bolygó. Mi pedig szépen szaporodunk, mint a petriccészében a baktériumok. Úgyhogy vigyázzunk. Mert az illúziókat, ha nem oszlatjuk el, akkor soha nem fogjuk látni korrekt módon, hogy valójában a születés mit jelent, a társasság, a társadalom mit jelent, és mit jelent ezen a bolygón élni és hogyha nem látjuk át, nem tudjuk helyesen kezelni, akkor folyamatosan hibázunk, és az illúziókat beszeretnénk helyettesíteni a valóság helyére. És ekkor van óriási szenvedés. Ha pedig fordítsd vissza, szenvedést tapasztalsz, akkor látnod kell, hogy az illúziókat valahol be akartuk gyömöszölni a valóság helyére, az meg nem megy. Nem megy soha. Tehát vagy fölmentél a csomolunkba, az a Mount Everest csúcsára, vagy nem. Elképzelni sok mindent lehet. De a valóság az úgy van, ahogy van. Ezt a zenben úgy hívjuk, hogy ilyenség. Tehát a valóság az ilyen. Az éppen ilyen. Ha ehhez hozzá gondolunk, vagy le akarunk csippantani belőle, akkor vagyunk az illúziók világában. Amikor le akarsz csippantani belőle, akkor tagadsz. Ott van előtted, látod, hallod, érzékeled, de mégis tagadod, hogy ah, dehogy. Hát az nincs is úgy. Hát én nem is vérzeknek be, légy szíves. A másik pedig, amikor hozzáteszünk, és akkor tudni akarjuk, de nem látjuk, nem halljuk, nem tapasztaljuk. Az illúziók teremthetők, megláthatók és kitisztíthatók. Ez a fontos. A jó hír az, hogy minden illúzió követi a karma törvényét. A jövés és menés, a megjelenés és eltűnés törvényét. Rossz hír nincs, csak takarítani való van. Létezik-e esetleg olyan illúzió, ami egy egész, egész emberiségre nézve általános? Több ilyen van, Melyik sorból kérdezett. Gyakorlatilag könyvtárnyi van, rengeteg van. Tehát egy, egy legnagyobb illúzió. Miért szeretnél? Háborúsat, békéset? Van háborús illúzió, például az erőszak megold valamit. Békés illúzió, hogy mindenki egyszer boldog lesz. Nagyon sok illúzió van. De most mit segít az, hogyha én most adok neked illúzió órát? Nem inkább a realitással kéne törődni, és De azzal, ilyen. hogy hogyan tisztítsuk meg tudatunkat ezen illúzióktól? Csak fel kell ismerni az illúziókat. Kezdetnek nem rossz, folytasd, és utána mit kezdjünk velük? És utána megszabadulni, szabadulni őket. És hogy szabadulunk meg az illúzióktól, mondjad? A zen útján járva, például. Nagyon jó veled együtt gyakorolni, ne lézz, hogy A zen útja, mindjárt ilyen zászlót fogok csinálni, és ezt lehet majd lobogtatni. A zenútja, gyere! Hogy járjuk azt a zenutat, mondjad? Gyakoroljuk. Megvilágosodás útját. Ő a bátor? Mi a gyakorlat? Hát számomra tudom elmondani, hogy mi a gyakorlat. Csak az érdekel. Hát a meditálás, uh -huh. Mantrázás. Mi a meditáció lényege? Hát, hogy jelen legyek minden pillanatban, és megtisztítsam a tudatomat a lehető legjobb. Hogyan tér vissza a tudat a gondolkodás elé ebbe a tiszta állapotba? Meditációval, ha üres, kiürít. Mi az üresség? korrekt. Nagy tapsot kérek! Egyéb kérdés? Ott. Az első kérdésnél rádöbbentem, hogy mennyire szenvednek a belém kényszerített, égetett gondolatoktól. Nagyon sokat kitakarítottam, és azért szenvedek, mert nem az enyém, Valamiért oda születtem, de a kérdésem nem az, hanem az, hogy több mint másfél éve hallgatlak, nagyon-nagyon sokszor elmondtad azt a kuant, hogy megkötözve a fogadnál fogva, így lóksz. Mentem a rendelőbe, fölött. és vártam a fogorvosra, igen. Most tényleg nincs fogam. És jön a kérdező, hogy mi a zen, ha válaszolsz, leesel, hanem akkor lelő a zentanító, mert nem teljesíted a kötelességedet, mint zentanítvány. Ez Hyang Om a publikumnak mondom, és ez egy ilyen nagyon felnőtt koan. Miben segíthetek ezután? Mondom, egyik alkalommal, amikor már sokadik szor hallottam valamilyen okból kifolyólag, úgy beleéreztem, mintha én lennék ott, és nagyon-nagyon rosszul lettem, fizikai rosszul létet Jaj, de éreztem. Sannál. Mi ez? Mert én nagyon sokszor megkérdeztem. És nem kaptam rá választ. És megoldottad a kohant? Nem. Akkor gyere el holnap a workshopra, De és jövök. meditáljunk együtt. Jövök. És utána interjúkat lehet venni a templomi elvonulások során, és én ígérem neked, hogy van egy olyan fokozatos haladás, amely által megtapasztalhatod a megoldását ennek a koannak. Ez nem jön rögtön, ezért dolgozni kell. De ezért vagyunk hálásak Sung mert ezt úgy tudta rendszerbe foglalni számunkra, hogy az egyszerűvel és könnyűvel kezdünk, amit még a gondolkodásunk megért, az érzelmeink megérezhetnek, és utána szép lassan a kognitív és az emotív intelligencia átadja helyét az intuitívnak. Na de miért lettem rosszul? rosszul. Mert sokat gondolkodtál róla. Ez igaz, hogy rengeteget gondolkodok. Látod? A gondolkodás például így tud teremteni, hogy abszolút -e meg tud minket betegíteni, pedig ha megmaradtál volna abban a boldogságban, hogy nem tudom, akkor ez mind nem következik be. Nem tudom, és kész. És amikor ez a nem tudom erősödik, akkor a tudatod letisztul, és egyszer csak valahonnan, látszólag a semmiből megjelenik a megoldás. És ez. Az, amit az ember tud, és csak is az ember tud, de senki más ezen a bolygón nem tudja. És nekünk ezt kéne valahol tapasztalni, hinni, használni. Úgyhogy kérlek, ne gondolkodj a kuanokról, és mindenkit szeretnék arra kérni, hogy ne itt agyával akarja megoldani, mert ez lesz a gondolat, főleg ez a nagyon erős, logikai egyéb dualisztikus gondolat nem fogja tudni megoldani a kont, és egyre jobban futod a köröket, egyre jobban elfáradsz, és különböző dolgok keletkeznek a lelkedben. A koan rengeteg mindenre jó. Első körben diagnózis, mint amikor elmész az orvoshoz, kapsz egy koant, és rögtön reagálsz rá, és szereted vagy nem szereted. És ez mutatja, hogy neked belül, hogy működik a lelked, hogy működnek a gondolataid, hogy működnek az érzelmeid. A kohán csak így, put, így szépen belecsöppentették a nagy lavorba, és azon nyomban elindult a háború, vagy a béke. Hát a béke az nagyon nagy munka. Képzeld el azt a tavat, hogy beledobsz egy követ, és nincsenek hullámai, csak a kő szépen így lemegy a fenékre. Ilyen víz nincs, de a tudatod meg tudja azt csinálni, hogy nem reagál rá. És egyszerűen azt mondja, hogy nem, hogy nem tudom. És a meditációban ezt tudjuk gyakorolni. A nem tudhatónak a tapasztalata ez. Amikor hallod ezt a hangot, nincs gondolkodás, csak ez egy tá! És hogyha megfelelően gyakorolsz, akkor a botütés hallása nélkül a tudat vissza tud térni ebbe. És akkor olyan tiszta, mint a tér, és olyan tiszta, mint a tükör, nem gondolkodik feleslegesen, nem táplál érzelmeket feleslegesen, és így nem betegíti meg magát, meg néha másokat. Tehát az okay. illúzióval kapcsolatosan, tehát az illúzió az uh, relatív folyamatosan, abból a nézőpontból számolva, ahol éppen tartózkodok, vagy ahonnan éppen érzékelek. Mert melyik pillanat az a pillanat, amiről azt mondom, hogy ez a pillanat az a hang, amikor nem létezik uh, se gondolat, se egyéb, semmi más, de az a pillanat az is. A, egy érzékelésen keresztül tudatosodik, hogy én most ebben a pillanatban vagyok. Hogyha megkérdezem, hogy mi ez, az is uh, Nem vagy egy te érzékelésen... szakember véletlenül? Kérlek szépen. Nem vagy te szakember véletlenül? Még nem. Pedig nagyon arra felé haladsz te. Tehát ez a mérnöki tudat, tehát hallottál egy hangot, és azon nyomban megjelenik a Matrix. Egy ilyen vastag, gyönyörűséges használati útmutató van a Zenbothoz. Felteszek neked egy kérdést. Figyelj jól! Mi ez? Ez. Most jó. Az első egy picit hibás volt. Amikor tükrözted, akkor nem gondolkodtál, Illaz. csak tudatosítottad, és visszatükrözted. Illaz. Ez a tudat kell. És amikor annak van a helye, hogy gyönyörűen elemezd, és rendszer csináljál, és összerakjad, és brillír, tehát olyan intellektusod van, hogy minisztérium. Magyarul tud szolgálni. A miniszter, minisztráns az eredetileg szolgálatot jelent, hölgyeim és uraim. Néha ezt nem ártana tudnunk. Tehát az intellektus fantasztikusan jól működik, és tud szolgálni valami nagyobbat. Hála az égnek. Hála légyen. Köszönöm szépen. Szívesen. Mitől függ az, hogy egyszer-egyszer könnyű a gyakorlás? Tehát van egy elhatározás, hogy na, én reggel felkerek, gyakorlok. És van, amikor könnyen működik napokig, hetekig, és van, amikor napokig, hetekig nem. Pedig tudom, hogy a hatása az nagyon jó. És ugye énekeljük azt, hogy nincs akarat és tudatosság, de akkor olyan, mintha valami felsőbb hatalom dönteni el, vagy. Hogy -e, teli holdra vagy gondolsz? Sem. Akár, hogy nem tudom, milyen rezgések, vagy környezet, vagy mi. Erről tudnám beszélni? Igen. Ez úgy van, hogy minden reggel van napkelte. Ezért te minden reggel fölkesz és minden reggel gyakorolsz, teljesen mindegy, hogy a bolygók hogy állnak, hogy ugatott a kutya vagy nem, és hogy hány kakas indította a Baron az aznap reggeli szereplést. Teljesen mindegy. Főkelsz, lélegzel, külső tisztítás, belső tisztítás, és utána indul a nap. Tehát akármi történik, akármi potyog az égből, vagy bugyog föl a földből, az embernek az a dolga, hogy ezt megcsinálja. Ettől ember ettől teremt minőséget. Hát még azt szeretném kérdezni, hogy ez a megvilágosodás, hogy például vannak egy kóanokban, hogy abban a pillanatban elérte a megvilágosodást, hogy ez mit jelent, hogy utána marad az az állapot? Egy, egy más megértése, a, vagy rálátás a világra? Gyere, kóant gyakorolni, azt meglátod. Voltam. De nem eleget. Úgyhogy tessék tovább továbbvinni azt a gyönyörűséges kohan gyakorlatot, mert ez az aha élmény, ez tényleg csak a kicsi öccse annak, amiről beszélünk. És ez tapasztalattá válhat, azt tud, hogy a gyána, amiből lett a csanna, utána a csan, a zen és a szon, az nagyon távolról egy régi európai szellemiséggel rokon. Ennek a folytatása nem jutott el a modern időkbe, ez nagyjából a pitagóreusok és agnosztikusok és az eszénusok között így oszlik meg, mint közös szellemi tulajdon. A gnózis az érdekes módon nem pusztán tudást jelentett, ahogy most a könyvekben gondolkodva hisszük, hanem tapasztalati alapú tudást, egy misztikus megismerést. A pitagóreusok egy teljesen külön iskola, még a görög filozófia egyéb irányaitól is nagyon különböztek, mert szintén egy misztikus tapasztalatra építenek, és rengeteg dolgot merítettek a korábbi egyiptomi kultúrából. Eszénusok meg hát a sivatagi bajnokai voltak az aszketizmusnak, és az aszkézis és a praxis náluk egyszerre volt, a kettő nem ugyanaz, kérem szépen. Az askézis az, hogy ilyen nagyon-nagyon komoly fizikai fegyelem. Tehát, hogy mikor eszel, mennyit eszel, mikor alszol, mennyit alszol, mennyit nyújtózkodsz, mennyit jársz, mennyit dolgozol, ez egy nagyon pontosan le van szabályozva. Ez az aszkézis. Az aszkézisnek kéne segíteni a praxist, ami a szellemi működésünk. De ez a praxis, ez nagyon sokféleképpen és nagyon sok élethelyzetben, nagyon sok fizikai állapotban elképzelhető. Praktizáljunk, gyakoroljunk, és ehhez vegyünk magunkra olyasféle fegyelmet, mint például a minden nap fölkelek, minden nap gyakorlok, de ehhez nem kell különleges étrend. Nézd meg, hogy a szervezetnek mire van szüksége, és nézd meg azt, hogy mivel ártasz a legkevesebbet a környezetnek, és a kettőt hoz közös nevezőre. A praxis a legfontosabb. Ehhez bizonyos fegyelmet bevállalunk, bizonyos életmódbeli dolgokat bevállalunk. Mert nem tudod megtartani a praxis eredményét, hogyha valamennyi is nincs. Tehát nézd meg azt, hogy a mostani teljesen nullák és egyek által vezérelt információs korszakban a legnagyobb tőke az a figyelem és a jelenlét. Mert hogyha nincs tiszta tudatod, nem tudod feldolgozni az információt. Nem tudod az illúziót kiszűrni a valóságtól. És olyan mennyiségű az illúziónak az áramlása az összes érzékszervi csatornán keresztül, hogy a tiszta tudat most a legnagyobb kincs. És nézd meg, hogy hogy veszítjük el. És egy pillanatról pillanatra, hogyha nincs meg a praxis és az aszkézisnek a legnagyobb egyensúlya, akkor nem tudod a tisztatodatot megtartani. Mi volt a mai este legelső aszketikus kijelentése? Kapcsolt ki a mobilt. Digitális aszkézis megvonod magadtól azt, hogy tudod, hogy a háttérben a mobil mobilpóráz működik. És kapod az üzenetet, és kapod a nem fogadott hívásokat, és a háttérben frissülnek az alkalmazások. Ugye? Amikor megvonod ezt magadtól, ez egy nagyon fegyelmezett mozdulat. Ez az aszkéz is. A praxis pedig a jelenlét, hogy felfogod, amit hallasz, hogy tudatosítod, hogy beépíted, hogy használod, hogy tisztább tudattal, minőségi lélekkel élj. Hogy lehetőleg több együttérzésed, bölcsességed és önzetlen segítőkészséged legyen, mint mondjuk tegnap, vagy a múlt héten, vagy pár évvel ezelőtt. Ez a praxis. Jó? Szívesen. Egyéb kérdés? Mi a különbség, hogyha azt kérdezem, hogy mi ez, vagy ki vagyok én ebbe a pillanatban? Hatalmas. Egy Mert egész világnyi a különbség. Tehát, hogyha ugyanarra a tiszta tudatra, tehát erre értendő, hogy mi ez, és ki vagyok. Tehát, mitől az egyik tárgyias, másik megszemélyesített? Mi a különbség? Vagy van hát a különbség, mondjuk, vagy nincs különbség? Van különbség, hogy a fogarasi javasokban egy 4 kilós hátizsákkal, vagy egy 35 kilóssal mész fel? Nézze, nézőpont kérdése. Ó, és izomzaté is. Is. Jó. Tehát, Így van. Tehát attól függ, hogy ki, ki a megtapasztalója, ugyebár. Néznek, hogy a szisztematikus gondolkodás most milyen hibát vét. Oké. Okay. Tehát azt vétette hogy a mi ez és a ki vagyok én közé egyenlőség jelettet, vagy szeretne egyenlőség vagy kérdezi, hogy lehet-e. De nem a személyére gondolok ebben az esetbe, tehát hogy ki vagyok, nem mint személy, uh -huh. hanem ki vagyok az, aki tapasztalja ezt. E, Most már 40 van. kiló hátizsák. Tudatában van ennek. 45, 45. 50. Átment cementes zsákba, és kész vége. Az a fontos, hogy egyszerű legyen és tiszta. A mi ez és a ki vagyok én irányulhat arra, és ez természetes, és azt használod, amelyiket akarod. De a nehéz súlyú kérdés az, amiben a személyiség összes terhe, összes jelenléte benne van. A mi ezben még nincs ott az avatárod. Még nincs ott a ki, és nincs ott az én. Van, akinek a mi ez az nagyon száraz, nagyon személytelen. És azt mondja, úristen, hát, hát akkor én megszűntem. Te eredetileg se voltál. Jó? Semmi gond. Tehát a személyiséged az egy létrejött alakulat, anyuka, apuka, környezet, saját karma, egy összegyúrtok, és van. Ez az éned. Ez a semmi gond. De ha nem mész elé, ha nem mész az eredetéhez, ha leragadsz az avatárodnál, akkor nem tudod tapasztalni azt a felületet, azt a tudatállapotot, ahonnan vezérelheted az egészet. Tehát paradox módon erről a Földről a legtöbbet a műholdak tudnak. Tehát, ha beleteszed azt, hogy ki, meg én, akkor cipeled a 108 kg-os hátizsákot. És nem baj, ha valaki ezt szeretné, akkor elképesztő mennyiségű válasz ez, hogy én ez vagyok, én az vagyok, én az voltam, én ez leszek, stb. stb. A mi ez nagyon hamar elvágja ezt. Nagyon hamar visszatér a gondolkodás elé. Sokkal hamarabb, mint a ki vagyok én, több a rés, több a mozgás, van, akinek ez kell? Próbálj meg egy hibrid változatot, hogy ki vagyok? Az vagyok, én már nem is vagyok. teszem. Azt hagyjuk, mert az veszélyes. Belezuhansz egy könyvtárba, és a polcok így rád dőlnek. A vagyok, aki vagyok, az egy helytelen fordítás idézése több százmillió eladott példányból. Tehát az önvaló jelenlétéről lenne szó és nem pedig ez a vagyok, aki vagyok, és ezt ismételgetjük, mert érthetetlen. Erre értettem a vagyok, aki vagyokot az önvaló, tiszta gondolkodás előtti pillanatára, vagy másképp nem tudom. Igen, de ezre. ezt már töröltük is, okay. mert beletenyerhetél az ábrahámita ellentmondásuk egyik de legvaskosabbikába, gyakorlatilag zsinatok tucatjai foglalkoztak ezzel és megvalósult egy olyasféle kulturális értelmezés, amely számunkra, gyakorlók számára nagyrészt részt használhatatlan. Értem. És ezért kihátrálunk ebből a zsákutcából, becsukjuk a könyveket, a polcok visszállnak a helyükre, kimentünk a könyvtárból, és nem zuhan ránk semmilyen helytelen értelmezés. Jó? Nagyszerű, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Az elején beszéltél a szenvedésről is, a szenvedés okáról, annak megszüntetéséről. De most vegyük az örömet. A szenvedés során természetes, hogy keresni keres, akarom az okát, Aha. és hogy az honnan ered, vagy annak aztán utána mi okozza azt, ami szenvedést okoz. De hogy az örömnél kevésbé akarjuk feltétlen keresni, addig még tartoz az állapot, hogy örülök. De mi van akkor, amikor ez megszűnik? Akkor vissza Miért? kell kapcsolni. Világos, hogy akkor el tudunk feledkezni róla, mert az ember ugye akkor éberebb, amikor meg kell szüntetni valamilyen problémát, és amikor ellazulhat, meg örül, meg boldog, akkor elfeledkezik. Aztán kizuhan egyszer-kétszer a saját édenkertjéből a csatornán keresztül, és akkor rájön, hogy mégiscsak hogy lehetne ezt az állapotot megtartani. Úgyhogy ez csak tapasztalás és helyes hozzáállás kérdése. És az az érdekes, hogy ha megtapasztaltuk az öröm okát, mert szerencsére van ilyen, akkor rájövünk, hogy hogyan tartható meg. Vagy az is, hogy ez az öröm hova vezet, mert talán azért veszítjük el, mert nem helyes módon szereztük meg. És hogyha helyesen szerezzük meg, akkor lehet, hogy tovább meg tudjuk tartani. Van például egy alapszabály. Ha az ember csak személyes boldogságra vágyik, akkor pillanatok alatt elmagányosodik. Hogyha másokat is szeretne ebbe belevonni, akkor kiderül, hogy mások ételével, a másoknak nyújtott segítséggel erényt szerez, és ezáltal a másik ember is előbb-utóbb arra fanyalodik, hogy téged boldoggát tegyen. Arra érez késztetést, hogy boldogát tegyen téged. És ekkor elkezd a környezetés közted egy fantasztikus pozitív visszacsatolás beállni, és egymás kölcsönös boldogságán dolgozunk, és nem pusztán az egyén elszigetelt boldogság munkáját végezzük ilyen kis tégelyben. Ennek az elszigeteltségnek a felszámolása a boldogság előfeltétele és nézd meg, hányan élnek elszigeteltségben a digitális függőségtől kezdve az egyébként jó anyagi viszonyokig. Japánban több millió olyan ember van, akik nem hagyják el fizikailag az apartmant többet, mint heti egy alkalom. Mindent elektronikusan intéznek, vásárlás oda jön kézbesítve, ők egyedül, és minden emberi kapcsolatuk már digitalizált, és heti egynél többször nem mennek ki, van, aki még a havi egyet se, és heti egynél többször nem hallanak élő emberi hangot. Erről külön tanulmányok készültek, hogy ez hogy lehetett így? Hogyan jutott ide a japán társadalom? És kiderül, hogy ezek az emberek nem boldogok. Ezek egy homeosztázisban élnek, megszokták, és a megszokás nem ugyanaz, mint a boldogság. És ebből a rendszerből már nem akarnak kilépni. Rengeteg ok miatt. És a környezetről való leválasztódás, a többi emberről való leválasztódás az a boldogság hiánya. Ha megtanulunk közösen cselekedni, egymáshoz viszonyulni, akkor a helyzetünk pozitív irányba változik. És nagyon érdekes az, hogy az öröm az valaminek a következménye. És hogyha megtaláljuk ezt a valami nagyobbat, ami mondjuk a társasság és a közös jelenlét, az egymáshoz való viszonyulás helyessége, akkor az öröm és boldogság forrását is megtaláljuk. Én soha nem gondoltam volna, hogy a közös cselekvés vagy a közös munka az annyira összetudja hozni az embereket, mint például mondjuk a templomi közösség működése, ahol nagyon sok ember megfordul. De az, hogy közösen gyakorlunk, közösen étkezünk, közösen dolgozunk, hogy az egy boldog közösséget tud teremteni, ez akkor derül ki, amikor kilépsz onnan. És elmegyek egy egyéni tanítótra, ahol körül vagyok véve emberekkel, de nem abban a közösségben élek, ahol ez a sok-sok cselekvés, sok-sok gyakorlat, a munka, az étkezés, ugye, egyfajta tégelyben úgy összeolvasztja az embereket. A saját akaratukból, a saját szándékukból kifolyólag. És hiány voltak. És jó volt visszatérni. És jó volt ismét így titeket látni, illetve a templomban élőket, egyszerűen azért, mert ez ennek az örömnek a forrása. És hogyha megnézed, hogy ez honnan jön, nem pusztán attól, hogy jó étkeket teszünk, vagy jó munkát végzünk, vagy zen amiben azért tényleg hiszünk, mert működik, hanem abból a közösségből származik, hogy egymást segítjük ezen az úton. Egymásnak főzünk, egymásnak dolgozunk. Úgyhogy ezek ilyen alaptörvények, és egy helyes családi élet ezt ugye mind hozza. És akkor rájövünk, hogy hogy lehet ezt az örömteli állapotot megtartani. Hogyan lehet az inger küszöböt annyira lecsökkenteni, hogy már egyszerű dolgoknak is örüljünk. És akkor ez tartósítható, megosztható. Oda-vissza az ember és a másik ember között, az ember és az ember csoport között működtethető. És ami a legfontosabb, továbbadható. Azt szeretném megkérdezni, hogy annyi megkötöttség között élünk, sok megkötöttséget igen nehéz észrevenni is, és ezek között a korlátok között hogyan lehetünk mégis szabadok? Hogyan tehetjük magunkat szabaddá? Mi a szabadság? Hát az én véleményem szerint valami olyasmi, tehát megfoghatatlan, ami szárnyalni hagy engem. Tehát mondjuk, mint a madarak. Igen. Tehát a madarak nem élnek kötöttségben. Nem tudom. Hát azért nézd meg itt a vándor és a honos madarakat, tehát nagyon kegyetlen világ. Tehát a madár szabad, az ember nem. És hogyha repülőre ülsz, akkor mi van? Tehát a egyik legnagyobb kötöttség, hogy tíz órát kell ülni, és ugye a szolgának fölétel, de hát az nagyon más. Tehát, hogyha kinyílik a harmadik dimenzió, és repülhetsz, akkor az a szabadság? Tehát átvitt értelemben. De ne vigyük át, hozzuk ide-vissza. Jó, egy abstrakciót mondtál. Igen. Ezért nincs szabadság. Tehát itt és most megtalálhatod a tudatnak a teljesen szabad állapotát. Ez a nem kötődés, nem azonosulás állapota. Tehát amikor nem azonosulsz kényszerűen a jelenségekkel, amikor nem reagálsz kényszerűen a jelenségekre, amikor nem nevezel kényszerűen jónak és rossznak dolgokat és embereket, amikor tudatában vagy a gondolataidnak, de a gondolataid nem uralnak téged, az érzéseidnek is tudatában vagy, de azok nem uralnak téged, beszédcselekedett ugyanez. Tehát a szabadsága minden léthelyzetben gyakorolható, tapasztalható, megtartható. Nincs olyan különleges létállapot, ahol több vagy kevesebb szabadságod lenne. Úgyhogy ezt a fajta tudatosodást vagy világosságot, ezt mindenki elérheti és meg is tarthatja. De a megtartása sokkal nehezebb, mint az elérése. A szabadság nem a levegőben, vagy a vízben, vagy a föld felszínén van. Aki testesült, legyen az ember, állat, madár, teljesen mindegy, elképesztő kötöttségeket tapasztal. De ha a tudat belül nem kötődik a jelenségekhez, hogyha nem azonosul az illúziókkal, ha nem hiszi el a saját dualisztikus gondolkodását, akkor ezt az eredeti szabadságát megtarthatja, az eredeti tisztaságát nem veszíti el. Én azon tépelődöm, hogy ebben az egyre neurotikusabb társadalmi környezetben, amiben élünk, Mit tudnék én tenni egyénileg, és mit tudnánk, hogy általában mi emberek tenni, hogy valahogy a békét valahogy visszahozzuk, újra teremtsük, megerősítsük, mert... Magadon kell kezdeni, nincs más út. A felébredés nem megkerülhető. Tehát először magadból kell törölni a neurózist, a stresszt hogy tudom függetleníteni magam az ingerektől, tehát a mások zizegésétől, ahogy, ahogy, én úgy szoktam mondani, hogy kecetelnek, tehát hogy mindenki zizegsen izgatott körülöttem, hogy tudom lezárni, hogy az ne hasson rám. Ha lezárod, akkor hat rád. Ha átengeded a téren, akkor nem. Meg tudod ütni a teret? Nem. A tér reagál az izegésre? Szerintem nem. nem. Eredeti tudatunk tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. De amikor látsz, csak lásd, de ne gondolj hozzá semmit. Ne érez hozzá semmit. Egy kicsit nehéz emberi konformáció, tehát van ez a testem, van ez az idegrendszerem, és egy kicsit nehéz nem reagálni. Nem mondtuk, hogy könnyű, csak azt, hogy lehetséges. Gyakorolj! A nézet már megvan, most már haladni kell. Az előbbi beszélgetéshez szeretnék kérdezni, hogy miért nehezebb megtartani ezt a szabadságot, mint Mert lehet. azt hiszed, hogy a tiéd amikor már elérted, és van egy változás, paradigmaváltás, minőségemelkedés, akkor ráülünk az eredményre. És nem harcolunk érte ismét. És abban igazunk van, hogy nem úgy harcolunk érte, nem úgy küzdünk érte, mint amikor még nem volt meg. Hanem meg kell tudni tartani már más eszközökkel. A gyakorlat formája az ugyanaz. De a tudati hozzáállás más. Tehát a megteremtés, megtartás, és lebontás az három annyira külön fázis, hogy az indiai mitológiában, illetve vallásban három istenséget rendeltek hozzá. Brahma, a teremtő, Vishnu, a megtartó, és Shiva, aki a kozmosznak ugye a mulandóság táncát eljárja, és puh, minden eltűnik. Nagyon fontos az, hogy hogyan tartod meg, és ez már egy más hozzáállás. És amikor azt hiszed, hogy megvan, akkor kezded el elveszíteni. Nézd meg egy pár kapcsolatot. Amikor adottnak veszed a másikat, hogy akkor már ez így van, hogy ő már megvan, hogy ő már így meg, hogy ő már úgy, na akkor kezd el a minőség úgy, ahogy van csökkenni. És akkor elindulnak az előfeltevések, az elvárások, és ekkor lesznek elveszett illúziók a korábbi erények. És akkor mi az a másik állapot, ami, vagy a másik nézőpont, amivel ezt, ezt kellene viszonyulni? újra és újra vissza kell térni a tiszta tudathoz, és nem azt gondolni, hogy na most már megvan, akkor most már benne vagyok a tutiban. Újra és újra tisztán látni, pillanatról pillanatra tisztán gondolkodni, érezni, és a többi. Jó? Köszönöm. Szívesen. Van, amikor a tíz éves kisfiam úgy beindul a hisztizésbe, hogy magával ránt. Van, amikor sikerül, hogy eltereljem a figyelmét, hogy valamivel, valami ellenkező dologgal, amiről hisztizett, vagy amire vágyott, azzal kimozdítsam, hogy ne induljon be ezen az úton, akkor magával ránt, és én úgy be feldühödöm vagy nem bírom ezt a hisztizést. És akkor a kérdésem az, hogy vajon melyik út jó az, hogy figyelem őt, hogy hisztizik, és próbálom megtartani a józanságom, az éberségem, vagy eltereljem az ő figyelmét arról ahol... Apuka hol van? Nincs. Azért hisztizik. Az apuka jelenléte a fegyelem. Az anyuka az érzés, a feltétel nélküli szeretet. Ha nincs apuka vagy apa figura, akkor ez nagyon hosszú és nagyon-nagyon keserves lesz. Apuka kell. Jó? Hölgyeim és uraim, megköszönöm mindenkinek a kitüntető figyelmet. Örülök, hogy ma este ekkora létszámban Marosvásárhelyen együtt tölthetünk egy estét a zen égisze alatt, és mindenkit szeretettel várunk a további gyakorlatainkon, akár itt, akár a Székelyföld más városaiban, illetve a templomban, hogy együtt gyakoroljunk, együtt elérjük a felébredést, és megszabadítsunk minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet!